Ez meg mi volt? Férfiak fegyverekkel. Jabu Sanjaktar. Elvitték Edzsét. Tudni akarom a címét, a számát, mindent. Apa, az az alak elrabolt egy lányt egy helikopterrel. Hogy találhatjuk meg? Mit csináljunk? Igen. Pont egy órája. Izgalmas egy buli. Eléggé kalandos az életed. Ez most nem az én kalandom. Mondhatnám, hogy szerencsére. Nélküled kezd intézkedni. Érdekes. Dühös vagy? Látom, Emir mit csinál. Nem kell hallanom is. El kell mennem. Mégis hová? Megkeresem. Ne csináld, várjuk meg a rendőrséget. Az orrom elől rabolta el, és üljek itt tétlenül. Miért csinálod ezt? Mit akarsz ezzel játszani a hőst? Feria. Feria, micsoda? Én csak próbálok megérteni. Mi ez a maffiás játék? Nem vagyok maffiózó. Én is pont ezt mondom. Egy hete még golyóval a testedben feküdtél, én is ott voltam. Most ugyanez a pasas elrabolja a csajt. Erre te utána rohansz? Csak segíteni akarok egy barátnak, aki bajban van. Te is velem jössz, vagy odaadod a kocsid? Jól van, menjünk. Handa nem mondott neked semmit? Ki ez az Edge nevű lány? Elég már, Jansu. Semmi közöd az egészhez. Ez Feria gondja, és nem a tiéd. Biztosan nagyon féltékeny. Ez az ő bajuk. Csak Emir miatt aggódom. Önáll úr elég ijesztő dolgokat mondott arról a Yavuzról. Nyilván bűnöző. Ez egyértelmű. Csak hagyja békén Emirt. Drámai lenne, ha a születésnapomon halnék meg. Csak úgy végignézted, ahogy utána mennek. Hogy hagyhattad? Ki kért tőlem engedélyt, ki? Miért nem találtál ki valamit, hogy ne menekülhessenek el? Miért nem tetted meg te? Mindegy. Kiviszem a cuccainkat az autóhoz. Kezd fel az unokatestvéredet. Vége a bulinak. Feria, várj egy kicsit. Lara, nézd, ha anyukád haragszik, amiért itt vagy, ne túlozd már el, mintha valami titkos afférunk lenne. A börtönőred nem túl éber ma. Azt hiszem, már rég lefeküdt. Mindegy, jó éjszakát. Jó éjszakát. Vagy nincs is itthon. Nem jön ide. Ezt nem értem. Hiába bámulod úgy azt az ajtót. Levent ma nem jön haza. A barátnője farmján van. És biztos, hogy nem bárányokat számolnak. Nagyon vicces. Nem Levent miatt jöttem. A hotelben lévő fellépéseidről beszélünk. Gyermeki lélek egy érett nő testében. Még ha egyértelmű is, hogy csak Levent miatt jöttél ide, vonzónak találom. Ez butaság. Ez a butaság? Egy olyan férfi miatt vagy itt, aki már régen túllépett rajtad. Tudod, hogy nem kaphatod vissza. Az egyetlen, amit elérhetsz, hogy felidegesíted. Amire én pont jó lennék. Használj ki. Bülent, jó gyerek vagy, aki sok mindent meglát másokban. De ennek a mondatnak az a lényege, hogy gyerek vagy.
Azt hittem, már alszol. Nem is voltál itthon? Csak a töltőmet felejtettem a kocsiban. Jártál már apánál? Apukádnál? Nélkülem. Kimentél hozzá? Meglátogattad a sírját? Tudod jól, hogy nem erősségem a temető látogatás, Jansu. Igen. Tényleg nem erősséged. Csak szeretném meglátogatni anya és apa síremlékét. Ezért jutott eszembe, voltál-e? Talán jót tenne nekünk, ha holnap elmennénk. Jó éjszakát! Már szóltunk a rendőrségnek, Feria. Sosem felejtem el, amit értem tesz. Jó estét, Yavuz úr! Jó estét, biztos urak! Segíthetek? Almát? Panaszt tettek önre. Panaszt tettek. Úgy látom, ennek sosem lesz vége. Gyerekkorom óta mindig panaszkodnak rám. Azzal vádolják, hogy elrabolta a volt barátnőjét. Tessék, nézze körül. Még házkutatási parancs se kell. Nem is kell bevinniük a rendőrségre. Csak tessék, kutassanak. De ha a maguk helyébe lennék, én inkább felhívnám a kisasszonyt. Halló? Rendben, jó éjszakát! Elnézést, Yavuz úr, megoldódott. Nincs semmi gond. Jöjjönek bármikor. Itt a rendőrség. Megmenekültünk. Ma este sok látogatón van. Biztos úr, én tettem a bejelentést. Elrabolta a barátunkat. Az ügyet lezártuk. Menjenek el. Hogy már lezárták? Edge hol van? Sikerült elérnünk a kisasszonyt. Biztos úr, nem bízhat meg benne. Látta személyesen Edge-t? Hol van Edge? Uram, nyugodjon meg. Hivatalos személyként mondom, hogy nincsen gond. A barátunk csak aggódik. Tudják, átélt mostanában egyet mást. Csak aggódó típus. És annyira kétségbe esett, hogy meg se próbálta felhívni Edge kisasszonyt. Velem van bajod. Nem állunk le, Sarafolu. Te és én. Egy úton haladunk. Amíg az egyikünk útja véget nem ér. Menjünk, Emir. Simán lehet, hogy fogva tartja Edge-t, ugye tudod? Emir, az Isten szerelmére menjünk. Ha elmegy a rendőrség, hívd fel Edge-t. Mit képzelsz? Nem vagyunk se hősök, se kommandósok. Emir? Edge. Edge, épp Yavuz háza előtt vagyunk. Oda bent vagy?
Én épp most értem haza, a lakásomba. Edge, ha félsz, akkor szólj. Emir, nincs okot pánikolni. Jól vagyok. Felvett és megkért, hogy menjek haza, úgyhogy hazajöttem. Nincsen baj. Hogy mi van? Yavuz ilyen. Jól vagyok. Csak éppen tönkretettem a napodat. Oké, holnap találkozunk a klubban. Igazad van. De megállítani mégsem tudlak. És nem is foglak, ugye? Nem elég, hogy az a nő a nevedet viseli a nyakán. Gondolkodás nélkül bajba kerülsz miatta. Anélkül, hogy rám gondolnál. Egyáltalán nem erről van szó. Ne érts félre. Nem is várom el tőled, hogy megértsd. Értem, és sérült az önérzeted. Hogy ne érteném? És most? Háború van? Egy erősebb férfival harcolsz? De megadni magad nem vagy hajlandó. Akkor te se add fel. Te se add fel. Jó reggelt. Tudtam. Hogy miért maradtam melletted? Tudom, hogy megbocsátottál. Tudom, hogy többet nem fog ilyen történni. Tudom, hogy hallgatni fogok rád. Tudom, hogy beszélni fogok veled. Szeretlek. Én is szeretlek. Jaj, de jó. Nagyon aggódtam, érted? Féltem, hogy árt neked az az alak. Elválunk. Hallottál? Intézkedj. Nem vagyok meglepve. Tudtam, hogy nem folytathatjuk sokáig. Szóval tudtad, hogy nem folytathatjuk? 4 évig akartad csinálni. Amíg le nem diplomázol, és mert hülye voltam, és túl hiszékeny, folytattuk volna, ameddig csak akarod. Nyugodtan mondhatsz bármit. Mégis mit mondjak? Mit mondhatnék, gőzüm? Bezártam magamat egy börtönbe, mert sajnáltalak, és feláldoztam magam. Elhagytam magam. Elfeledkeztem magamról. De tudod, most mi lesz? Mostantól tudom, kit sajnáljak. Ez meg mi? Panaszkodtál cuki piszkára, feltakarítok. Mert ígéretet tettem. És betartom a szavamat. A tisztítószerekkel készen állunk rád. Neked elmentek otthonról, ugye tudod? Csak energikus vagyok. Most először reggelizünk így együtt. Mi az, hogy így?
Boldogan, nyugodtan. Szeretném, ha minden reggelünk ilyen lehetne. Igyekszem megadni ezt neked. Nem akarok félni a volt barátnőd miatt. Javuznak már nincs több esélye. Többet nem próbálkozik, nem olyan ostoba. Emir, hiszen láttuk, hogy mire képes. Lövöldözik, helikopterrel elrabol egy lányt. Nem tudok bízni benne. Úgyhogy benned kell bíznom. Ez az egész nem Edgyről vagy a féltékenységről szól. Nem is arról, hogy egy klubban dolgoztok, vagy hogy nem távolítattál el a tetoválást. Egy kicsit se érdekel. Csak téged féltelek. Nincs miért. Megígérem neked. Nem hagyom, hogy bármi rossz történjen velünk. Hát látszik, hogy nincs túl sok tapasztalatod. Jó reggelt! Jó reggelt, Lara vagyok. Még nem találkoztunk. Levent. Takarítani jöttem. Tudja, a testmozgásnak. Mi csak jól járunk ezzel a sporttal. Igaz, Bülent? Jó munkát! Na hát. Az meg mi? Szánem asszony ékszere. Visszaadod neki, vagy egyszeri alkalom volt, és többet úgyse találkoztok. Majd én visszaadom. Ne fáradj vele. Nem neked kellene visszavinned? Nem. Ő foglalkozik a találtárgyakkal. Levent! Jászó odalent vár rám. A temetőbe megyünk. Mit képzelsz magadról? Ha? Nyugodj meg, miről beszélsz? Amíg az öcsém körül legyeskedsz, hogy nyugodhatnék meg? Tegnap este hagytam el. Bülent még gyerek. Hányszor kell még ezt elmondanom? Csak egy gyerek. Ami köztünk volt, az már a múlté. Se a múlt béli, se a jelenlegi félelmeithez nincs semmi köze. Hogy merészelsz így beszélni velem? Ahogy te kezelsz engem, úgy kezellek én is téged. Megfenyegettél. Most meg beváltod a fenyegetésedet. Hogy gondolhatsz ilyeneket rólam? Igen, megfenyegettelek, de... csak azt akartam, hogy megértsd, mennyire idegesítő a kis barátnőd. Hogy nézhetsz ki ilyet belőlem? Se a kapcsolatunkat, se Nevbahart nem gyaláznám meg így. Ezt hogy merészeled? Mert te ilyen vagy, Sanem. Bemegyek dolgozni, de majd jövök érted. Tessék, a munkahelyedről hívnak. Hello. Hello, Mehmet. Indulok a klubba, gyere te is. Rendben, azonnal indulok, 5 perc. Oké, ott találkozunk. Jaj, drága Hatice, gratulálok, nagyon örülök nektek. Köszönjük. Kislányom, gyere, segíts. Tudod, mennyire szereti a bátyát? Fejezzük be a süteményt, siessünk vele.
Jaj, Hatice néni, jobban szereti a fiát, mint a lányát. Még sosem láttam ilyennek. Te meg miről hadoválsz már megint? Az Istenért ekkora butaságot! A fiam külföldön él, úgyhogy hiányzik. Ezért készülök ennyire az érkezésére, ennyi. Gülszüm, te is szereted a testvéredet, ugye? Szeher, mi van a házzal? Nem hallottál semmit? Csak várok a soromra, a Feria nem mondott semmit. Miért engem kérdez? Hát nem maga dolgozik náluk? Avonta egyszer megyek oda, nem fogom ilyen butassággal zavarni őket, hiszen friss házasok, eh? Komolyan friss házasoknak tartja őket. Oda van az ifjú párokért, nem lehet rájuk semmi rosszat mondani. Anya, korányjal elválunk. Miért? Hogyan? Kérdezd meg! Tessék? Ne csak állj és bámulj rám. Kérdezd meg, miért nem megyek be. Semmi közöm hozzá. Emirre várok. Meg is érkezett. Hát itt vagy. Igen. Ez a válaszod? Emir, ha itt maradok dolgozni, az senkinek se jó. Se Isán úrnak, se Feriának. Senki se örülne neki. Persze Jabus se. Mész vagy maradsz, Edzse? Várj egy kicsit, Hatice, most akkor mi lesz így? Menj csak, majd később megtudja, na. Ne felejtsd el a lakást. Jól van. Na. Szegény kislányom családja tönkrement. Istenem, mi lesz a kislányommal? Mi lesz most? Anyukám, anya, kérlek, ne csináld ezt. Így is bánt a dolog. Mit mondhatnék neked, Gülszüm, mégis? Mit mondhatnék? Mit mondhatnék? Lehetetlen kívántunk, anya. És nem sikerült. Nem vált valóra. A fene abba a fiúba. Tönkretette az én egyetlen kislányomat. Tönkretette. Anya, ne korájt hibáztasd, kérlek. Addig tűrte a helyzetet, amíg tudta. Ennek nem a szőke lány az oka. Nem érted, anya, hallod? Miattam történt minden. Gülszüm, drágám, nézd. Bízd csak rám ezt az egész vállás dolgot, rendben van. Talán ki tudunk találni valami megoldást. Tudod mit, Szeher? A te ötleteid csak neked valók. Én nem megyek velük semmire. Olyan boldog voltam, hogy a kisfiam végre hazajön hozzám. Erre ez történik. Össze van törve a szívem, belepusztulok. Anya, kérlek, ne csináld ezt, jó? Korán jó ember, érted? Anya! Hogy lenne már jó? Anya, nem hagyna el csak úgy. Megvárja, amíg a bátyám elmegy. Komolyan, így nekem, kérlek. Isen úr, tudom, hogy nem szeretne itt látni. Elég egyértelmű volt. Csak Emir miatt jöttem. Mindent megteszek, hogy újra kiérdemeljem a bizalmát. Rendben van. Nézd már rá. Jól átverték, és most szenved tőle, szegény. Ha ő szegény, akkor te mi vagy? Lehet, hogy én is, de az az én bajom. Mindenki törődjön a saját bajával. Szép. Te se oldottad meg a problémát Edzsével. Nem beszéltétek meg nyíltan a dolgot. Tudja, hogy érzek Edzsével kapcsolatban. Jó, és te is tudod, ő hogy érez. Mi a gond? A gond? Mindig tudtam, te mit érzel Emir iránt. Viszont tőled soha nem féltem. Jansutól se féltem. Még csak Rüyától sem féltem. Mert tudtam, hogy semmit sem jelentenek Emirnek. Na és Edzse?
Ezt elég nehéz kimondani, de... Igen, tőle félek, Hande. Közös célkitűzéseik vannak. Együtt dolgoznak egész nap. Közös dolgaik vannak. És most össze kell fogniuk, hogy legyőzzék a közös problémát. Ezt kicsit eltúlzod. Jó, hogy nem világuralomra törnek együtt. De bármi történjen, Edge egy ex-barátnő. Aki korábban elhagyta Emirt. Itt nem Edge személyiségéről van szó. Emir nevet, ha vele van. Felszabadult és jól érzi magát. És most eldöntötte, hogy mindenáron megvédi, attól a Yavuztól. Tényleg félek Edge-től. A sajtó és a hírek alapján nem áll jól a szénánk. Az emberek nem bíznak többé bennünk. Akkor mit csináljunk? Több biztonsági őrt kell felvennünk, vagy ijesztőbb külsejű kidobókat? Szerintem attól inkább csak még jobban félnének a vendégek. Ha túl sok a biztonsági őr, az azt jelentené, hogy van mitől tartanunk. Egyetértek. Ha tétlenül várunk, lehet, hogy végül le kell húznunk a rolót. Apám és a partnerei a médiát használták ellenünk. Itt az ideje, hogy ellene fordítsuk a saját fegyverét. Nem is tudom, Emir. Túl sok rossz, ijesztő és veszélyes dolog történt. És mi voltunk az oka? Nem lehet, hogy jobb lenne csendben maradni? Az azt jelentené, hogy megfutamodunk. Nézze is, Anur. Engem nevezett ki főnöknek, úgyhogy most bízzon bennem. Nem fogok megfutamodni. A végsőkig küzdök. Edge, hívd ide a sajtót, a bejárat elé. Tudják meg, hogy a bulinak nincs vége. Jaj, fiam, mennyi gyönyörűséget hoztál nekünk! Igazán nem kellett volna. Köszönjük szépen, fiam! Nem vagyunk hozzászokva, hogy így kényeztetnek. Ne túlozzatok, ez csak pár kis apróság. Hogy lenne apróság, fiam? Hát mennyi mindent hoztál? Emlékszel, Rizá? Gyereknek is pont ilyen volt, behordta nekünk a mező összes virágát. Igaz, igaz. Jaj, kisfiam, nagyon kedves vagy. Gülszüm, neked nem tetszik, amit kaptál? Dehogy nem. Gyönyörűek. Nagyon tetszenek, köszönöm. A férjed mikor jön? Velünk vacsoráztok, ugye? Neki is van ajándékom. Hát, Ákif, szegény. Tudod, sajnos nagyon beteg. Gőzünknek ezért kellett egyedül jönnie. Talán majd legközelebb. Legközelebb? Igen. Tudom, hogy együtt pihentek. Ez az egy dolog nyugtat. Egymásra találtatok? Apa, anya végül megbocsátott neked? Remélem igen, és te is megbocsátasz nekem. Mindenért, amit azután tettem, hogy elmentél. Amit ellenetek, az emléketek és mások ellen követtem el. Te nem is mész oda apa sírjához? Nincs neki semmi mondandód? Menj a kocsihoz. Mindjárt pedig én is. Sajnálom, Harlan. Tényleg. Nem akartam, hogy így legyen. Sajnálom. Nem tudom, csak bementek. De akkor ezek szerint együtt vannak. Seher, te most értem aggódsz Edge-ért vagy a munkáért? Nem értem. Csak rettentő dühös vagyok, Mehmet. Mi van, ha azt mondják, hogy ki vagy rúgva, akkor mit teszünk? Jó, értem, de most le kell tennem.
Jó munkát, Mehmet. Van munkánk? Igen. Lányom, kérlek, próbálj csinálni valamit, amíg a bátyád elmegy innen. Találj ki valamit, de citáld valahogy ide a férjetet, kislányom. Rendben, anya. Nem kell aggódnod. Mindent meg fogok tenni, hogy a férjem megszánjon engem. Az Isten most nagyon megérte. Látom, tényleg nem értesz hozzá, és nem vagy túl tapasztalt takarító. Azért a tisztítószerek hatásosak. Ez most egy köszönöm volt? Hát olyasmi. Bülent, nehogy kijönts valamit. Szia. Szia. Nincsenek itthon, vagy nem nyitják ki? Biztos nincsenek, különben kinyitnák. Látom, nincs minden rendben. Kora és én válunk. A szőke barátnőd nagyon jól taktikázott. Gőzöm, ezeket itt hagyom. Elviszem sétálni Cukit. Beszélgessünk a parkban, oké? Gyere. Ne gyere értem, átmegyek Gülszümhöz. Szia. Jó napot. Hazafelé mész? Nem, Gülszümhöz. Elvihetlek hozzá. Volt már rá példa? Rendben. Egyébként Hunter tényleg igazat mondott. Miről is? Arról a pókerarcú lányról. Erre ugye nem vár semmilyen reakciót. Legyél kicsit vidámabb. Nyugodj meg, ne törődj azzal a lányjal. Amióta hallottam róla, egyre inkább befurakodik az életünkbe. Csak ez zavar igazán. Ne törődj vele. Na gyere. Megmondtad előre. Peria is megmondta. Én persze nem hallgattam senkire. Olyan vak voltam. Homokba dugtam a fejem, és azt hittem, amit akartam. Gőzöm, mindkettőnknek elváltak a szülei. Az anyukánkkal élünk, de te is láthatod, hogy ez azért nem a világ vége. Igen, ez mondjuk igaz. De ettől még nagyon szeretem Korájt. De miért szeretsz olyas valakit, aki nem viszonozza az érzéseidet? Köszönöm, hogy meghallgattál. Csak egy dolgot kérnék tőled. Ne mondd el Handinak, hogy szenvedek. Na hát, csak nem megtisztelsz minket a jelenléteddel. Mizus, Hande. Nagyon sok dolgom volt ma. Takarítottam, aztán beszélgettem egy baráttal. Szóval tényleg nem unatkoztam. Takarítás? Hosszú történet. Hande, nekem még el kell néznem a műhelybe. Addig beszéljétek csak meg, Lara kivel és miket csinált ma. Sziasztok! Hagyjuk, hogy én mit csináltam. Inkább te mesélj. Csak Korály születésnapjáról ne kérdezz. Oké, nem foglak. De van más kérdésem. Hande, ti most komolyan jártok Leventúrral? Ez meg micsoda kérdés? Korály mondta, hogy kérdezz erre rá? Nem, ez most nem rólad vagy Korályról szól. Hanem Szánem asszonyról. Szánem asszony? Hát, valami furcsa van hármuk között. Bülenttel és Leventel. És most te is belekeveredtél. Hande, jól ismerlek, mindenre van okod. Szánem az új célpontod. Miért érdekel téged ennyire az a nő? Mert készül valamire, és emellett pokollá teszi Jansu életét. Nem mondhatok el neked mindent. Kérlek, Hande, mindent tudnom kell Szenem asszonyról. Segítesz nekem? Ha te nem mondhatsz el nekem mindent, akkor én sem teszem meg.
Halasszuk el ezt a beszélgetést a nem asszonyról. Ha lesz bármi említésre érdemes, akkor majd beszélünk. Most mennem kell. Szia! Feria? Bejöhetek? Persze. Arra gondoltam, átjövök hozzád. Úgy érzem, van miről beszélgetnünk. Azt hittem, a tegnapiak után nem is akarsz majd látni többet. Üljünk le. Jártam a lakásotoknál. Nem nyitottál ajtót. Órán voltam. Gülszüm, ezt már megbeszéltük. Te sosem leszel számomra ellenség. Pedig én téged úgy kezeltelek. Csak egy kérdésem van. Miért, Gülszüm? Miért csináltál ilyet velem? Azért, hogy megérts. Hogy te is tudd, mi megyek keresztül. Dühös voltam rád. Meg féltékeny is. Állandóan Handéval láttalak. És ezt nem tudtam elfogadni, Feria. De te nem ilyen vagy. Te sosem tennél ilyesmit, Gülszüm. Hogyha az ember valamit mindenáron meg akar szerezni, akkor megváltozik. Elvesztettem önmagamat. De hiába. Mindent megpróbáltam. De így sem jártam sikerrel. Próbáltalak megérteni téged, de nem sikerült, sajnálom. Szerintem egészen más dolgok elvesztésétől félünk. De szeretnélek visszakapni azt a régi jó lelkű, kedves és naív barátomat. Jó lelkű, kedves, naív. Van, ami már sosem lesz a régi. Kora és én válunk, Feria. A könnyeim miatt maradt itt a házban. És most azt hiszi, krokodilkönnyek voltak. Vége van. Végleg elvesztettük az otthonunkat. Ez az otthon nem is a tiétek volt, sosem volt közös. Hosszú távon jobb lesz neked így. Ika, Laudon Andrea, Mayer Marcel, Mohácsi Nóra, Pekár Adrien, Penke Bence, Sallai Nóra, Sándor Barnabás, Tamási Nikolett. Magyar szöveg, Hegyi Krisztina. Hangmérnök, Kelemen Tamás. Gyártásvezető, Boskó Andrea. Szinkronrendező, Bartuc Attila. A szinkron a TV2 csoport megbízásából a Pannóniában készült. Produkciós vezető, Kovács Anita. Kilidini sağ uzaklara bulunmasın bir daha. Esaretin böylesi makbul anlasana. Yüreğinin en ücra köşesine al beni, sakla beni orada. Çocuk yarım ile sarıp sarmana. Kilidini sağ uzaklara bulunmasın bir daha. Esaretin böylesi makbul anlasana. Yüreğinin en ücra köşesine al beni, sakla beni orada. Çocuk yarım ile sarıp